A baptista szeretett szolgálat hosszú évek óta kiemelten foglalkozik a Kelet-Magyarország régióban segélyezési munkával, más települések mellett Nagyecseden is. A fogyatékkal élők, az idősek és a pszichiátriai betegek ellátása megoldott volt, az utóbbi időben azonban felmerült az igény arra is, hogy létrehozzanak egy nappali szolgáltató intézményt a szenvedélybetegek részére. Az ellátási forma, ez reggel 8 órától délután 16 óráig áll a kliensek rendelkezésére, több időt a családjával töltheti, tehát az a fajta rehabilitáció, együttlét, az egy kicsit formálja a világát, nem pedig otthon ül négy fal között, vagy esetleg néha ne agyiresen agresszíven a családdal van. Ez itt hasonszörűek az egyfajta betegségben szenvedőknek, ez egy nagyon jó típusú, tehát a nappali ellátás egy nagyon jó típusú, vagy ha a fogyatékosokról akarok beszélni, ugye a fogyatékosok 24 órás felület és gondozást igényelnek, mekkora energia szabadul fel a családnál, hogyha elhozzuk őket reggeltől délutánig, és gyakorlatilag a délután, illetve az esti időkben ugyanaz a fogyatékosoknál is egy olyan hiánypótlás, ami a nappali típus nagyon kevés szolgáltató foglalkozik a nappali típusú ellátásokkal. A rászorultakról 3 szakképzett szociális munkás gondoskodik. A házat hivatalosan múlt szombaton adták át, és már az első napokban 27 ellátottal volt dolguk a szakembereknek. A létesítmény 50 fő befogadására alkalmas, de az udvar kihasználásával akár ettől nagyobb létszámú programokat is tudnak szervezni. A segítségre szorulók elektronikusan, telefonon, de akár személyesen is jelentkezhetnek Nagyecseden, a Széchenyi út 24 szám alatti épületben. Ebben a házban elsődlegesen szenvedélybetegek részére nyújtunk szolgáltatást, de bárki más is megkereshet minket, amely a szenvedélybeteg életmóddal kapcsolatos, vagy a volt szenvedélybeteg életmóddal kapcsolatos hátrányok, és ezeknek a csökkentése, bármilyen támogatást tudunk nyújtani, étkezésben, mosásban, fürdési lehetőség, speciális terápiák, életmódvezetés, vagy csak egy lelki támogatás, bármiben tudnak a kollégák segítséget nyújtani. Segélyezés, akár ruházattal, téli-nyári ruházattal való ellátás, a gyógyszerek feliratása, ennek az ellátotti csoportnak nagyon fontos, a folyamatos terápia, illetve az életmódnak a folyamatos támogatása, és ebben is 2-3 kollega minden nap segítséget tud nyújtani a rászorulóknak. A Tábita Reményházának elsődleges célja a rehabilitáció, így a szakszerű ellátás miatt komoly kitörési pont is lehet az érintettek számára. A Távita Alapszolgáltatási Központ terve, hogy 2022-ben a bölcsődei ellátásokat is tovább fejleszti, hiszen, mint mondták, a családi bölcsődei ellátásra nem csak nagy igény van, de támogatás is elérhető ezekre.